Natasa, túl vagy egy hosszú, több hetes horvátországi edzőtáborozáson, itt Szolnokon folytatjátok a munkát, milyen állapotban vagy, és milyen volt ez a horvátországi túra? Először is köszönöm szépen az MKKS-nek, hogy ez szépen megrendezték mindent, előre szóltak, ugye tök jó volt a hotelekben, mert hogy nem kellett semmit intézkedni, gyúrás is rendezve volt, meg motoros, meg minden, úgyhogy csak a munkámra tudtam koncentrálni, úgyhogy jó sikerült, jól érzem magam. Az elmúlt szezonban ugye mondtad, hogy még nem tartasz ott, ahol szeretnél tartani. Most mit kell tudni, hogy visszatérte a régi Natasa a felkészülés során? Hát nem tudok ilyen fényes jövőt jósolni magamnak. Nem vagyok az a fajta, aki nagyon meg van elégedve magával. Persze, ha ott a verseny, akkor bízok magamban, megteszek mindent, amit tudok, csak igazából az edzéseken mindig valamit visz, hogy még mindig valamit tudnék még pluszba hozzátenni, hogy ez gyorsabban menjen. Nem vagyok elkeseredve, jó megy, de mindig van ez a de, mert tudom, hogy a többiek is edzenek, és ugyanúgy ők is szeretnének nyerni, úgyhogy nem lesz könnyű dolgom. Mindenki tudja, hogy ketyeg az óra, és jön a válogató, tehát senki nem fogja megkérdezni, hogy akkor most mit tettél, mit nem, hanem hogy hanyadik mentél át a célvonalon. Csak ez számít. Én mind a két távra edzettem egész télen, meg egész tavasszal, úgyhogy kár lenne nem elindulni 500-on, de közelebb állok a 200-hoz. Most is nagyon jó megy, gyors vagyok, de viszont bírom is, tehát nem tudom eldönteni, tényleg nehéz, mert olimpiai táv az 500 is, meg a 200 is, úgyhogy még nehezebb eldönteni, régen sokkal könnyebb volt. És délután elmegyek a Lantossal, kenus sprinterünkkel egyet edzeni. Tegnap mentem bele egy 200-at, igaz, hogy megvert, de ő már előrébb jár, tehát ment már pályákat is, ő csak arra fókuszál, de szerintem jól is teszi. Úgyhogy megpróbálom legközelebb én elcsípni őt, viszont mind a ketten jó időt mentünk, az úgy kicsit nyugtat, jó nagy hátszelünk volt tegnap, de voltak hullámok is. Ugye új párral készülnél, a Bodonyi Dórival, vagy új párral futnál neki, hogy vele már mentetek páros, tehát már közösen volt edzés, meg pálya? Eddig csak résztávoztunk, sajnos pályát még nem mentünk, nem tudom, mit tudunk, de úgy edzés az súgta, hogy jól vagyunk. Időjárás nem volt a legfényesebb lent, ahol gyakoroltunk, úgyhogy ez most itt Szolnokon sokkal jobb lesz, úgyhogy holnap megint párost fogunk menni, viszont most a pályán fogunk gyakorolni. Mindig adódik veled kapcsolatban a kérdés, hogy hogy van a derekad, hogy bírja a terhelést? Hát most derekam nagyon jó, de még mindig nem bírok maxokat futni, csak iramokat, ami sajnos nem olyan jó, mert tesz egy plusz, amit mondtam. Úgyhogy nem tudom, tehát kajak nem zavarja, tehát ott teljesen jól érzem magam, nem is érzem semmit. Most viszont bejött egy ülőgumó gyulladás, ami nem tudom, 26 éve kajakozok, még nem volt ilyenem, és most hallom itt a többiektől, hogy kb. Mindenkinek volt. Úgyhogy még jó, hogy kibírtam még Rióig, hogy ezt is megtapasztaljam, pedig nem egy jó érzés, nagyon nagy fájdalom. Szedek rá gyógyszert, remélem elmúlik hamar, meg mindig fáj egy kicsit. Viszont a kedved az jónak tűnik, tehát hogy abszolút pozitívnak tűnsz, hogy ez így is van? Jól érzem magam, mert még mindig azt csinálok, amit szeretek, viszont nem tudom, tehát még elhúznám ezt a válogatót, meg még kicsit, szerintem még egy két hónap kell. Olyan túl korán van ez a válogató, és nem vagyok az a
ahogy mondják itt a kajakenú világ, hogy tavaszi menő, de próbálom kihozni magamból mindent, amit tudok minél hamarabb.